Ó, srácok, az a tudjátok mi a baj. Intelligence. Igen. Itt föld van. A föld biztosan segít nőni a retkeknek. De ha nem lenne föld, nem tudnának nőni. Smart. Hát akkor mindegy. Survival-t szívesebben dobtam arra. Na mindegy. Akkor mehetünk. Ja. Pillanatnak vajon mi a definíciója? A pillanat definíció egy meg nem határozott időintervallum. Biztos nem, hogy elkeresem a szokszert. Igazából a pillangó szárnycsapásából jön, és az az idő, amíg a pillangónak a szárnya egyet csap. Ez tökre hivatalos, és szerintem, hogyha az Oxford nem ezt írja, akkor tévednek. A brit tudósok. 9 másodperc azt írják, wow. A pillanat. Ja. Wow. Nagyon lassú ez a lepke. De durva. Azt írja, a pillanat középkorban használt időmértékegysége. Napórának egy órája 40 egységre volt osztva. Egy pillanat az idő, ami szükséges árnyék egy ilyen egységnyi elmozdulásához. Tehát egy pillanat egyenlő 60 perc, osztva 40-el, szóval 1,5 perc. Most csak sokan használják ezt a kifejezést, de kevesen tudják, hogy valójában várjon egy pillanatot, mennyi időt jelent. Ha! Wow! Ezt egy pillanat az 1,5 perc? Ahhoz, hogy 9 másodperc, ezt Remzi így mondja nektek, miközben megyünk. Ezt valahova be tudnád linkelni? Mert csomó ismerősemnek úgy felvilágosítanám is ott az alátámasztás. Az átváltás.hu-t adta ki. Átváltás.hu. Ahogy ezt így mondod, lenyűgözően nézek rád. Átlagon felül az intelligenciám, meglepő módon. Hát nekem átlagon aluli technikaiban. Nyilván 10 000. Élben is. Igen, tudom. Aztán csak usolja. Töltök, készen vagytok. Készen vagyunk. Na mizu. Ez a pillanat megbeszélés, ez annyira nem volt fontos. Pillanat és a pislogás közötti változás. És amúgy pont egy pillanatig. Pont egy pillanatig tartott. Az emberi pislogás időtartban 0,1 és 0,4 másodperc között mozog. Középjátékkel számolva ez az érték, negyed szekundum. De most már 3 pillanat óta ezt beszéljük, most már mehetünk tovább. De hány pislogás óta beszélünk erről? What the heck? Ne jó, csak 11 az intelligencia, ennyire ezért nem tudom. Jó, nekem meg csak 9. Mi, hogyha már visszajöttünk ide a jó regulákhez, meg lassan visszaérünk. Azt akarnám mondani. Érdeklődnék, hogy a double bladed szimitár az ugyanúgy fineness-es, vagy az csak ilyen... Na, ez a Lacinak ezt mondtam, ez úgy működik, hogy a double bladed szimitár egy 2D4-es fegyver, amivel bonus actionben tudsz ütni 1D4-jel. Olyan esetben lesz csak fineszes, ha a megfelelő feat-et megtudod hozzá, ami alapvetően egy elf követelmi feat lenne, de ettől hajlandó őket kell tekinteni. Oké. Okay. És annyi, hogy a feat az még annyit ad ezen kívül, hogy kapsz egy acét, ha a kezedben van a fegyver. Aha. Szóval. Egy acét azt mondod. Igen. Közeletek a már jól ismert kereskedelmi állomáshoz. Annyi különlegesség feltűnik nektek, mikor odaértek a bejárathoz, hogy a kapunak a két oldalán, az jobb oldalt célpontok az ijászoláshoz, bal oldalt pedig ilyen gyakorlóbábokat állítottak fel. Ezen kívül épp kezdtem valakivel ott gyakorol. Látjuk, hogy ki az, ismerjük az illetőt? Katlana az? Nem. Rettentő jó képűnek tűnik. Ha. Hát én lehet, hogy oda indulnék. Csak elköszönnék és segítsevegnék.
meg bemutatkoznak annak az alaknak. Én is Remzivel tartanék. Karcsapás követ egyébként, Laci, valamiért a karakterednek itt szara. Ja, a régi jel van, mindegy. Nem számít, sajnos szóltam. De régi tokened van még benne. Nekem is szerintem, mert minden szürkédnek látok. Kezdtem hárítja az ütést, majd visszaöröki azt a másik iretőt, aki hajlandó vágat, hogy nem is rossz. Kezdett belejön. Fordulj meg fejétek, megtörli a homlokát, hogy ó, biztos, hogy itt értetek már? Igen, csak kicsit benéztünk. Bemutatnál? Tényleg, én nem voltatok itt nagy, több mint egy hónapja, lassan kettő, ha jól számolom. Kb. másfél-két hete. Nem. Várjál, nézzük csak, hogy mentetek el. Ja, sok időt töltöttünk távol. Sok, mert egyébként össze-vissza körbe mentetek. Kimentetek az erdőbe, és onnan jöttetek vissza még keletre. Tényleg? Tehát az de legalább egy... Ja, a kettő között beugrottunk, mert leadtuk a megrendelést a farkaspáncélra. Lehet, azt a kettő percet nem tekintem ott lehetnek. Jajjó. Eddig gyakorlatilag háromszor voltatok a legtraining posztban, amikor megértetek, és kétszer bementek felzabálni a kaját, és lerértetek. Ja, technikailag igen. Ó, bemutatni, igen. Az elmúlt időszakban történt egy más itt. De szerintem nem kell bemutatnom a fiatalembert. Ismeritek már őt. Bob? Így van. Bob, hát hogy megem? Wow! Ti láttok valamit egyébként, mert még továbbra sem látok semmit? Mit nem látsz? Semmit. Hol mondom, mondom, hogy még mindig szürke. Szürke az egész. Szerintem régi tokent raktál be nekem. Nem. Várjál, mondom. Tehát már nem is látom. De ezt már múltkor is eljátszottuk egy teljes mappon, amikor ez a szutyi szörny volt. Akkor sem láttam semmit. Háj, majd van valahogy csak. Nem azért, de ott most én sem látlak. Én látom, nekem mozogsz is. Én nem látom. Kibírom jelölni. Látom a nevemet, de mondjuk nem lesz minden szürke. Továbbra is. Tudom, mikor a Dungeon Master nem látja a karakteret, az baj van. Ez az ötödik érzék című film? Bobo mindvégig szellem volt? Nem is voltam ott, valójában csak a fejed létezett. Igen, nem ötödik, hanem hatodik. Szóval, mint a hatodik érzés, csak bénább egy picivel ez a film. Az egy normális emberről szól. Igen, mondom, hogy bénább, csak egyszerűen. Ja, jó, hogy ki akarom, le akarom nyitni az attribute menüt a karakterem, és háromszor zárja be magát. Nem baj, én közben nézem Bobnak a felszerelését, meg hogy milyen izmos lehet, meg egy longsword van nála, egy chainsword van rajta. Alapvetően. Egész dolgos gyereknek tűnt, és... Megkérte, nem-e foglalkoznánk vele, mert szeretne segíteni nektek. Mit szentek egyet Svetlannál nekem, amikor ezt meglátom? Én pedig beszélni akarnék Oleggel, hogy meghoztam. Gyanúsan néz még rád. Nem láttak egy... Van azok egy pár lenyúzott bőr, igen. Meg egy gyűrű. Nagy szakajtónyi farkas bőr, meg egy gyűrű. Igen. Jaj. Annak mennyi lett az ára? Drága. Hatalmas farkas bőrök. A 15 ezer arany darabja. De hány nagy farkas volt ott? 3-4? 2... Háromról szedtél le jót, és egyről egy szart. Igen. Igen, abból akartam visszaszámolni, mert hogy egyet tudom, hogy elbasztam, de a többi az jól jött le. A gyűrű. Ez... Csak így egyszerűsítve. Ezt. Svetlen a gyűrűje.
Így van. Pénzt konkrétan nem kaptok, viszont 1000 aranyat levásároltok a legnagyobb. Oh yeah. 1000 arany cseretet kaptuk. Srácok, jöhet a lista. Nagyon szépen köszönöm, nem gondoltam, hogy valaha is vissza fogom látni ezt, hogy vissza fogom kapni. Akkor fejenként 200-at beírhatunk? Nem pénzt kaptok, de vásárolhatok nálam. Ja, egy vásárlási utalványt kapunk. Igen. Gyakorlatilag. Ja. Mi ez az Arcane Mark? Mint Spellscroll? Na, mindjárt mondom olyat. Én nézem, hogy ilyenről még nem tudok. Jövőről belülről ismerem ezt a játékot, és ilyet nem ismerek benne. Azért, mert ilyen nincs a D&D. Igen, nézel, hogy ez a... Na, ennek az a lényege egyébként, ez egy Pathfinder-es tárgy, hogy felhasználhatod és megjelölhetsz vele valamit, maximum 6 karaktert. A szöveg lehet látható vagy láthatatlan, hogy szeretnéd alapvetően, különböző rúnákat vagy bármiféle szöveget, de ha invisible a mark, akkor egy Detect Magic miatt felvilág, tehát a Detect Magic-től világít, és látod, de nem lehet egy könnyen leszedni. Dispel nem lehet leszedni, csak bizonyos megoldás csak. Tudod, hogy csak ráír valamire egy pár szót, Ez gyakorlatilag egy permanent marker. Aha. Amivel nem akarok ötleteket adni, de akár bobóra is firkáltok, hogy nem tud leszedni. Igen, rajzolhatnánk a homlokára egy péniszt. Miért pont rám rajzolnátok? Tehát mi a motiváció ez mögött, hogy pont rám rajzoljatok? És pont pénisz! Miért nem Ariman mondtátok, vagy Remzit, vagy Valát? Ariman nincs felület. Nincs, nem látszik. Minden takarja ruha. Azt arca, arca látszik. És annak csak egy részem, hogy szokálos. Jó. Magic Fangdó. Gyakorlatilag rákasztolhatsz valakire egy ilyen blackface-t, és örökre mindenhonnan ki lesz tiltva. Az életből is. 6 karaktert írhatsz le, ennyi. Te lehet azt vele varni, csak elég. Akkor csak ráérjük, hogy pénisz. That's a penis. Invisibility Night. Ezt már nem tudom, az lesz Invisibility Aid. Ja. Szóval mi ez a Magic Fang? Mi a D&D-ben nincs ilyen, de van. Nem tudok róla. Akkor mondom, Natural Weapon-re ad plusz egy attack damage és damage roll-t. Aha, hát... ja. Harapás, karmolás, slam attack, ezekre mind működik. De az Alarm Strike az nem. Az nem. Szomorú. Szomorú. Technikailag így lehetne Moon nyakába akasztani egy ilyet? Ez egy poti. Ez egy poti! Ezt megítatod vele is egy kis időre, megerősödik. Kicsit. Én amúgy egy picit elpészhetünk, én úgy így nézegetem a verjeit, és megfogom a... Mennyibe kerül egy level 1-es potion? Simasztam, 50 gold. Ha. Mert felemelek egy olyan potion-t, mert az nélve egy Comprehend Languages, és így mutatom a többieknek, hogy nekünk van egy könyvünk, amit nem tudtunk elolvasni. Ha jól értem, ebből az itt alá el tudnánk. És akkor 50-be kerül. Olyan zárja, várja, az azt hiszem Health Potion-nak beszélt. Ja, hogy hát level 1 potion, szerint az Oilus-nál van itt ez. Az is az itt belefér 100-ba. Nem. A scroller, az is kb. 100 aranyba kerül. Jó, én lehet, hogy veszek magamnak 2 Comprehend Language scrollt. Az nem. Potion szerint always van bent. Az egy potion, igen. Megítod, egy órán keresztül működik. Akkor egy potion-t veszek, ami Comprehend Languages. Jó. És akkor 100-ba kerül? Aha. Veszek, tudod mit? Veszek 3-at. Hogy szórja a pénz a barber? Hát nekem ilyen más nem tudok venni abból az 1000-ből, csak itt kell használni. 1000-ből? Nem akarja megakasztani az egész egyébként, van egy kocsitok is. Igen, de az a lootnak jó. És mit csináljunk? Nem mondod többet.
Az vagy nekem kéne plusz egy, plusz 1000 arany, hogy vegyek olyat, ami fegyverileg jó lenne nekem, amúgy meg a többit az nem érdekel, szóval azért mondom, hogy... Én azt nézem, hogy mi az, amit lehet itt kezdeni ezzel. Csak a Pimp My Ride. A három Warskinért kaptak összesen 350 goldot. A négyért. 350? Összesen. Ó. Oh. Kérdés, a farkaspáncél elkészült? El. És ez mindjárt mondod is mennyi. Nice, nice. 225 plusz Laci, neked a nyílvesztő, nem? Igen. Egy tegezni, az 20 darab, az 40 20 gold. 20 gold. A farkaspáncélt nem fizettük ki előre? Nem, 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 nem. Ja, jó, oké, akkor csak azt emlékeztem. Igen, az 20 gold. Jó, akkor az 250. Én beiragatok magamnak dolgokat, amely csikit a megközel, aztán bízol bennem, hogy nem lépem át az ezret, jó? Összesen van ezrünk, nem fejenként. Igen, összesen? Összesen. Összesen, ami plusz a saját pénzetek. Igen. Ja, akkor várjál, akkor ötöd, akkor csak 200 van fejenként, ugye? Igen. Ja, jó, akkor csak kettő Complain Languages-t veszek. Mi kell innen? Pontosabban egy Healing Potion az 50? A sima az 50. Egy Complain Languages és két sima Healing Potion. Ja. Így megkeresem, amire kíváncsi vagy. Ahogy beszélgettek, Kerstan Dari próbáltatok is. Két dolog lenne. Egyrészt, hogyan hívhatunk titeket? A felszabadítók. Vagy csapatként, vagy személyesen akarsz rá hivatkozni? Csapatként, mert így nem döntünk rátok hivatkozni semmilyen szempontból. Később sem. Csapat vagyunk mi. Vagyunk. A-team. Ah, mire is a gang. Ajmira, igen, erről nem nagyon beszélgettünk. Igen, ez a legjobb kérdés minden campaignben. A honnalapítók. Ez mire senki sem mondani. Az ezüst horda. Az ezüst horda. Mindenkinek ezüst a haja. Kivéve Arimannek, de nekem nem is tudjuk, hogy van a haja. Egyelőre. Nekem meg kék. Ja, elég ezüst. Bobónak meg szőke. Igen, de elég ezüst is a kép alapján. De egyébként hibátlan. Kép alapján elég ezüstös. Szűvel fogsz vagy így. Az ezüst szők és kék hajó horda. Jó. Nem kezdtem, ez nem egy válasz, verjel már, ezt meg kéne vitatnunk. Mindegy, egyelőre, gondolkodjatok vagy. Persze. Vagy. Írjél foglalkozunk, drága barátunk, amíg is borotváltuk már, ahogy kinyitott a szörny volt. De nem sikerült teljes mértékben döntenünk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy rátok hagyjuk a döntést. Milyen irányba képezzük ki Bobot, mert úgy tűnik, hogy nagyon ügyes. És itt játékosat szólalmazok, döntsétek el, milyen irányba képezzük ki Bobot. Varázsló. Én is azt mondom, hogy varázsló, mert van karizmánk, meg van strengthünk, meg konunk, meg van exünk. Mi van? Intelligenciánk teljesen nincs. Beírtam a statjait. Legyen izé, Pint Warlock, adjuk el a lelkét. What? Ne, really, most gyűjtjük, jó legyen. Really? Legyen boldog. Én azt mondom, hogy a legjobb ugye a legerősebb mágiát képviselje, és mindenki tudja, hogy melyik a legerősebb mágia, a legerősebb vasárvarázslat. Alomancy.
Az ököl. Chronomancy. Yes, nem. Chronomancy, of course. It's chronomancy. Az ne legyen, mert az én leszek a kövi kalanne. Technikailag nem lehet varázslom, nincs is tudja. Mi? Akkor legyen egy Dex varázsló. Beírt a chatbe a... Ja, de ugye ezt már sorrendben választottam, hogy ezt elrendezhetjük. Igen, nem. Van egy kaszt, még a főleg a D&D 2-ben volt jellemző, a Muscle Wizard. Muscle Wizard Cast Fist. Hát baszke, ez is egy izé. Technikailag a lehetőségetek az, hogy Fighter lesz, Ranger vagy Rogue. Technikailag mindegyikre van lehetőségünk. Mindegyikhez van már egy-egy ilyen emberünk, csak melyikből legyen kettő? Én azt mondom, legyen Fighterünk. Fighterünk nincs amúgy. Legyen Fighter. Jó, igen, te picit vagy másabb, mint egy Fighter. Ja. Fighter. Nekem nagyon seggyenge a dexterity-töm amúgy, nem tudom, hogy ez hogy még nem jött fel, de... Én ütök, nem csapok. Nem. Én sújtok, nem ütök. Hát gondolom, Fighter, ja. Fighterman? Fighterman. Igazából egy ilyen név, vagy Bob. Bob, egy human fighter. Perfect. Vagy csinálhatunk belőle még egy ilyen kémet. És nyilván van egy rugónk valószínűleg, nem tudom. De hogy csinálhatunk belőle egy ilyen kémszerűséget, és egy ilyen spider-szerű kémet. Vagy egy assassin-t akár. Dexminstot. De gyorsan, hogy még lebírjuk gyakni a Steglordot. Olyan beküldjük és levelesz-e. Igazából abból fog állni az egész game, hogy őt küldjük mindenhova, hogy intézzen el mindent. Igen, őt szétbuffoljuk nagyon durván, és ő fog minden megoldani. Jó, szerintem ezeket amúgy beszéljük majd meg így off time, nem? Vagy most kell dönteni? Most kell adni? Szerintem most nem visszik úgyse a nagy csatára. Nem, viszont azért miatt fontos ezt majd pozitív betöltés miatt, ha akarjátok használni. Esetleg értetek is magatokkal, mint 20 karakter. Ha nem, akkor itt majd őrizni a... Fighter! Területet. És ha itt tartunk, akkor elolvasod Remzi a könyvet? Igen, egy este szerintem, amikor így levesezés után kicsit viszogatunk, meg beszélgetünk, akkor alapvetően szerintem beszélgetünk a névről is, meg ezekről, meg valóban, ha mindenki kész van, akkor elővenném a könyvet, és mindenki kész van, akkor elhasználom a potions. Ha nincs valakinek, sőt, hát ja, ha nincs valakinek ellenvetése. Akkor elmond, felolvasod neked Tartuk történetét. Szóval, Tartuk nem koboldként született, hanem gnómként. Ja, még vagyok, mi is annyi véget. Vagyok. Szóval, Tartuk története. Tartuk nem koboldként, hanem gnómként született. Egy harcban veszett el az életét, amikor egy csapat ókra ellen, akik a falvát sanyargatták, kiállt, de ez a hősi halál nem volt szándéka. Az ő, amíg ő feláldozta magát, addig a falu kihasználta a lehetőséget és legyőzte az ókrékat. De elszomorodtak a halálától, ezért úgy döntöttek, hogy a falu kincstárában évek óta porosodó fejlesztő tekercset felhasználják és visszahozzák. De a sors fintoraként Tartuk nem gnomként, hanem koboldként jött vissza. Megbontrálkoztak a falusiak és nem tudtak, hogyan reagálnak. Úgyhogy nem tudtak, hogy elreagáljanak. Tartuk pedig, mivel nem volt szándéka megmentse a falut, igazából megpróbálta megadni magát az ókréknak, és felajánlani a segítségét, hogy elpusztítsák a falut.
cserébe meg ki még az életet, de hát előbb ütöttek, mint végigmutatta volna a kis mondókáját. És most egy olyan szörnyen változott, amit a legjobban gyűlöl egy koboldá. A tény, hogy az új pikéi ugyanolyan mély lilák, mint a haja volt, az csak méti a szégyenét. Felmérgette magát és bemenekült az erdőbe, hogy ápolja ezt a további ellenszenvet, amit szépen nevelgetett magába, és talált egy kobold törzset, csatlakozott hozzájuk, és a mágiai segítségével manipulálta őket, és az új seregét a régi falva ellen vetette. Aminek az lett gyakorlatilag a végeredménye, hogy levészültek az egész kobold törzset, csak ő élte túl. De ez neki jó volt, úgyhogy tovább állt. Azóta számos kobold törzsben jelent meg, és úsztított őket háborúra, városok ellen, hogy kiírtsa őket. És a szuckéreknél is ez lett volna az eredeti célja, hogy átveszi az uralmat, és szépen lemorzsoltatja a májtokkal a kobold népet, ami egész szépen sikerült is neki, és különböző eszközöket használt föl, egy nem mágikus ördögszobrot, különböző varázslatokkal változtatta sárgává a koboldokat, hogy elhiggyék, hogy átok ül rajtuk. És nagyon képzelt lett abba, hogy az egyszerű koboldokat átverje. És átadja a szobornak a parancsait, amiket persze csak ő hall. És nagyjából ennyi van beírva a naplójában, hogy miket csinált, mi volt a története. Mivel életét vesztette a harc során? Arról nem tudunk semmit, arról nem akkor semmit, hogy ki volt az, aki a végén elvitte meg, hogy volt-e köze ahhoz, tudott róla egyáltalán valamit. Nem. Ilyesmit nem találok, hogy találkozik az erdőben egy csukjás alak, vagy bármi ilyesmi, vagy egy álom, amiről írt. Hát tudom, a hangok a fejében. Gyarús. Nem, de a hangokat ő se hallott. A hangot azt csak megjátszott. Ezt csak megjátszott, hogy ebben manipulálja, ha jól értjük. Ugye? Szóval azt csak ő kitalálta, és ezt közvetítette, úgymond. Így van. Mi a kérdés a poisonnal? Hát előzőleg mondtam, hogy kellene valami poison, és akkor azt mondtad, hogy legközelebb, ha jövünk, akkor majd lesz poison. Jó. Teljesen fejett. Oké. Jó, ezt így felolvasom én esti mesének. Nem, arról nem kapunk, arra nincs utalás, hogy hol volt ez a falu, ahonnan ő született, meg ezek hol történtek pontosan, meg mikor. Nincs lábjelezve az időpont, amikor írta ezeket. Nincs. Annyira nem születtek, hogy feljegyezze. Ja. Majd beépítem, és annyira itt van a lista. A hivatalos lista. Effektív ezek a mérgek nem olcsók. Ó, igen. Azt akartam. Az alap mérgek azok rohadt drágák. Igaz, 190 gold 20, de is akkor egyébként én azt mondanám, hogy ebből a listából mondjuk igazságszérumot, Serpent Venomot, mondjuk talán ezt a Crawler Mucus tudod megvenni, mert a többi úgy nem tűnik egy kereskedő számára, hogy beszerezhetőnek. Ilyen könnyen beszerezhetőnek. Például a Draw mérget nem hiszem, hogy tud fogni szerezni. Azt mondja, talán később, hogyha lesz városotok és olyan kontaktotok. Találkozunk egy barátságos tróval. Igen, aki véletlen oldalből ölt egy boszorkány és átkerült ebbe a világba. Nem tudom, mire gondolsz. Hector, nekünk... Emlékszel-e, hogy amikor az ezüstgyűrűt megtaláltuk, találtunk két tekercset, és találtunk egy könyvet is. Igen. Az micsoda? Azt elolvastuk? Az mi volt pontosan? Az varázskönyv. És azt nem olvastuk el, ugye? Mert nem tudtuk. Így van. Azt is elővenném. Na mindjárt mondom neked, hogy van benne. Ú, de jó, hogy valaki jegyzetelt. Ezt mondja, hogy...
5 varázslat van benne. Azt mondom, hogy így a komplet language megérte, mi van benne, sem fogod használni. Be van rögzítve a varázskönyvbe egy Unseen Servant, egy Silent Image, egy Reduce Person, egy Mage Armor és Identity Spell. Ennyi. Basic Wizard Spellbook. Igen. Szóval Unseen Servant, Silent Image, Mage Armor, Identify, és mi volt a harmadik? Reduce Person. Reduce Person, ha? A két tekercs, amit mellett találtunk, azon foglalkoztunk már? Igen, az egyiket elhasználta Aimira, a Burning Hands-et, és igen. A Magic Missile volt még. És a másik az, nem tudom, meg amúgy kaptunk most meg a koboldoknál is egy flight. Igen, az nálam van, az nekem fel van írva. Ja, igen, még azt még mindjárt mondom, hogy mondjátok a fly spell-t. Magic Missile volt a másik, amit ott kaptunk a Burning Hands mellett. Ezt nem tudom, hogy kinél van, én azok nálam vannak, Burning Hands-et is olyan szed. Azok ott vannak nálam. Vissza még a könyvre annyi, mert az külön volt leírva, hagyja meg. A könyvet, a végigolvasod, utalásokat tesz arra, hogy a fly spellt azt miért tartotta ott, mert egyébként már beleút az életébe, és az volt a célja, hogyha egyszer elszállja magát, hogy olyan magas repül, kézzel rá magasra, addig fel tud menni a fly-jal, hogyha lejár, akkor az esélyt belehaljon. Relatable. Hát vannak ennél jobb módszerek, de kinek mit? Mármint inkarakter, ó, szegény. Remzi kicsit sír, hogy ez vele soha nem történhet meg, mert Rage-elve nem fog annyit sebződni a zonástól soha, hogy meghalljam. De ha nem Rage-elsz. Legalábbis a fizikai tudása szerint. 200D6-tal azért meg lehet halva. Egy kérdésem lenne még, hogy egy fáki az mennyibe fáj? Egy réz. Kávé. Jó, és akkor Hector azt mondta, hogy ezeket nem tudom használni. Tudom, hogy milyen varázsodok, de azért nem tudom használni, mert nem tudom őket elolvasni, ugye? És ez miatt nem tudom aktuálisan használni, vagy azért, mert ez egy varázslókönyv is. Azért varázslókönyv is nem jött hozzá. Egy réz. Egy torcs. Jó, van, hát... Egy réz, egy torcs. Aha. Nem nagyon segít nekem. Kivéve, ha elkezdtem megtanulni, és multiklasszolok. Van 13-as intelligenciád? Még nincs, de majd lesz. Not yet. Miért? 8-as szinten lehet? Amúgy, tényleg. Hát 9-as szinten. 9-esen van akrassi. Hát 8-as szinten megszerzed a 13-as, 9-esen lehetsz wizard. Ja, igen. Of course. No. Ez király. Lehet, hogy geci lennék mechanikailag, de mivel a te karakteredet nézve neked, amikor varázslasz, dobdod ki a D20-szal. Tud azt mindenki is, úgyis? Igen. Oké, okay, fair. Na mindegy, de nem fogok varázsoló lenni még egy darabig. De ha most varázsolok bármilyen scrollt, akkor is? Scroll nem, a scroll az teljesen más, mint a... De akkor csináljuk már úgy. Nekem jó? Figyelj! Ja, az tök fán lenne. Ha gondolod, akkor oké. Ja, scrollt használok, akkor is. Akkor szólok előre mindenkinek, hogy B-tervet találtok ki. De nem fogok scrollt használni, mert nincs rá szükség. De ha véletlenül ugye lakod. Oké, hogy Wizard, én úgy, hogyha a karakter arra van képítve, hogy vágy Magic járát rajta, akkor én azt mondom, hogy akkor dobunk, tehát... Nem tudod kontrollálni, csak... Fair. Bár, spoiler. Metagame-ben nézve nem nagy tűz, nem tudom a spoiler, tehát... Nem volt olvashatatlan dolgunk még. Nálam nincs semmi, és a közös felszerelésbe se láttam mást. Nem akarjuk eladni azt amúgy a nagy rakás cuccunkat a közös felszerelésben? Vagy azt beszéljük, hogy azt megtartjuk királyság időre, és majd kiosztjuk a népnek. Eladogathatjuk.
De az szerintem majd ráér minden után kiszámolgatni. Meg gondoljátok, Olegnél lepakolhatját. Igen, ezt gondolod, akkor szerintem után kiszámolom, hogy mennyit ér. Nem úgy, nem eladni, hanem lepakolni, megőrzésre, mert ja. ne egy szekére járkáljatok végig a világon. Ó, a szekér király. A szekér mindig kell. Bár csak lenne egy szekér sofőr karakter. Ez az, képezzük ki Bobot szekér sofőrnek. Én ezt karakterre gondoltam, hogy én megérkezem. Egyébként... Azt nem tudom értek, de én nézem. Igen, ért a jármű közöléshez, valahogy a túl profiencia. Hát akkor ennyi. Eldöntöttük, ő lesz a sofőrünk. Nem lesz. És ha lesznek lebegő hajóink, akkor ezt már nem. Azt nem már Land Vehicle. De ekét tud húzni. Ja, de akkor majd vihetjük magunkkal, és akkor nem viszi magunkkal minden dungeonbe meg ilyesmibe, hanem majd ő ott vigyáz az utcainkra. Jó, de várjunk csak, ha tud ekét használni, akkor küldhetnénk, hogy csináljon. Megosztom veletek a karakter apját. Yeah. Ah, Burton. Hekégy az armor, az mennyit ad akkor a dexére? Basic fighter kinézett annak. Nem tudom, ezt a képet találtam. A magát a sítet nem látjuk. De mi nem látjuk? Vagy nem látjuk? Ja, én még nem értjük a kiolendékot. Majd most. Azt mondja, hogy... Sanity plus Dex... Mi a statja van a múlni? Gyurikám egy full fighter? Hát egy irányi van beállítva neki. Ó. Az egy jó kérdés egyébként, ez a barding. Jó, akkor valami speckó fighter legyen, az kész. Nekem ez most némi... úgy, hogy lehetne Bobot jól intézni, de azt majd szesed után, mert... Nekem én jöli benne. Én azt mondom, hogy most már úgy fejezzük be inkább, mert... Hát igen, negyed óra alatt már nem fogunk sokat csinálni. Inkább addig azt beszéljük meg, hogy elmegyünk felfedezni az utolsó néhány mezőt, vagy Staglord? Szerintem Staglord, hogyha már elértük a level cap-et. Szerintem is igazából nincs hova formolnunk, mert a dara. És azt hogyan csináljuk? Mondjuk is megjövjük. Besétálunk a zombi mezőn, és besétálunk a várba a falon keresztül, vagy? Aha. Ez egy jól működő terv. Bobod a sétál. Én úgy hallottam régebben, hogy... Volt jelszava az erődnek. És... Már nekem soha nem mondták meg. Én úgy hallottam, hogy az folyton változik. Igen, minden nap változik. Meg azt is tudjuk, hogy szokott valaki lenni, aki italt szállít nekik. Igen. Ha emlékeim nem csalnak, a mi táborunkban volt neki ital. Ezen kívül, ha még elfogtak egy csapatot, belül ki lehetne verni a... De jól tudjuk, hogy minden nap változik a jelszó? Hetente. Hetente, szóval akkor van valóban 5 napunk, vagy ki tudja, hogy mikor fogjuk el őket, hogy odaérjünk. Hát attól függ, hogy melyik hullámban találjuk meg, hogyha minden héten pénteken változik, és mi csütörtökön kapjuk el őket, akkor... Ja. Bob, volt olyasmi, hogy mit tudom, a hét elején kiküldték a csapatokat a várból, aztán hétvégén visszatértek a Szajréval? Vagy ez teljesen véletlenszerű volt? Véletlenszerű. Indultunk el. Nem szín volt gondolat, nagyon rendszer benne. Az, hogyha a várból kivezető út
Nál valahol csapdát állítunk, és a frissen, a várból frissen kiérkezőket elkapjuk, akkor elég közel is vagyunk a várhoz, hogy rögtön felhasználjuk a jelszót. Jelen sok várakozás lehet. Ugyan nem pont ez az ötlethez, de van egy remek ötletem. Itt van ez a fly scrollom. És van egy remek íjászunk. Mit gondolsz, milyen magasról tudnád nyilazni lefelé? Teljes biztonsággal? 150 feet. 600 feet. Nem, az az átfogó. Csak egy gondolatnak megéri. Igen, de viszont ezen én is gondolkodtam egy másik haszna a fly-nak, az is lehet, hogy vagy én, vagy Ariman be tudna repülni a várba és leengedni a kaput. Én azért, mert engem üthetnek egy darabig, Ariman meg azért, mert el tud tűnni. A fly-jal ti irányítjátok a repülést? Igen, ha? 60 feet mozgást kapsz fly-ba. Aha. Tehát, hogyha rád kasztoljuk, akkor te irányítod magadat. Mennyi ideig? 10 perc, vagy ha megszakad a koncentráció, abban marad azonnal. Viszont valaki tudja kasztolni, a fly scroll tudja valaki más valakire kasztolni? Ez csak más valakire tud kasztolni. Akkor ez jó, akkor a koncentráció az nem problémás. Hát addig, amíg az illető távol marad a harcról. Igen, de a reményeink szerint elbújunk, valaki belerapül, kinyitja a kaput és aztán berontunk. Lehet, hogy a szekére le tudunk rontani a zombikon. De technikailag én tudok kasztolni egy levitate spellt. 10 perc. És akkor egy ember, akkor az tudja húzni a másikat. Hányszor tudsz levitétet kasztolni? Hányszor? Naponta egyszer. Ha tehát egy valaki levitétel, egy valaki repül, a kettő együtt berepül. De ezen a ponton már csak négyen vagyunk hátra. Lehet, hogy én ahogy nézem, lehetne akár egy invisibility potiont is beszerezni. Hát, és akkor az olyan egyszerűbb lenne. Sőt, levitate potiont is tudom. Nem, nézem. Level 1 a limit. A 2-es, 3-ast azt nem, az nincs ilyen pillanatban, mert a küldetésem csináltad meg. Yeah. Mi volt a küldetés? Az volt a Bokkennek a küldetése? Így van. Uh-huh. Hát akkor Expeditious Retreat, erről hallottam, ez nagyban meggyorsítja a mozgás és sebességedet valakinek, aki ezt használja. Ez is hasznos lehet bejutásra. Yeah. Az erődjük a folyóhoz hogyan viszonyul? Tehát, hogy van egy kis kikötőjük, vagy... Az vagy... bejebb van a parton. Uh-huh. Tehát akkor a folyó az nem megoldás. Nem. Igen. Nincs messze a parton, de nem annyira olyan közel, hogy kihasználod. Az a, hogy a zombikon nem igazán tudom, hogy átjutatnánk a jelszó, talán még a legjobb ötletünk. Akkor talán be tudunk jutni anélkül, hogy bárki rájönne, hogy nem oda tartozunk. Megkeresztek Lordot, amíg alszik, és tudod, kötél, és rendben megölni. Nem hiszem, hogy működne, de az lenne a legjobb. Ahogy rólolgatunk mostanság, biztos, hogy nem működne. Meg azt is azért tartsuk fejben, hogy a Stag Lord az csak egy bálbú, mint kiderült. Ugye van egy druidánk a 90 a pincében. Az apja a Stag Lordnak. Igen, tehát kettőt is meg kell ölni. Azért biztosra nem tudjuk, hogy a Stag Lord a bálbú, vagy ez így ki lett mondva. Lehet, hogy nem, de azt tudjuk, hogy... Van egy mágus. Apja az ott van, aki átváltoztatta a Stag Lordot, ebbé szörnyi az apja. Úgyhogy eléggé úgy néz ki, hogy ő van kontrollban. Heki egy szekér, vagy ugye a szekerünk az mekkora tömeg így önmagában? Imádom az ilyen kérdéseket. Mindjárt megmondom. Carriage... lovak nélkül, amin betölti az oldalt, megmondom, 600 font, ami nem tudom, hogy mennyire tűnik pontosnak. 400, nem? A vagon az 400. Ja, a vagonunk van? Én carriage-et számoltam. Lehet, hogy carriage, az is, annak 600 font.
Ja. Ami mert... 272 kg. Az szomorú. Akkor nem szóltam. Nem fogod felülítáltatni a kocsit. Nem keresett telefonon, mindjárt jövök. Hát szerintem majd én nem folytassuk akkor. Csapás mérőszekér. Én csak mondom. Nem csak, hogyha mondjuk egy ilyen 300 lett volna, akkor még ketten fel tudunk arra szállni. 20 láb magasra. Igen, 20 láb magasra, plusz egy ember húzza őt a üzővel, flying-a. Nem. Milyen magas a fal? Tegyük hozzá. Nem, a levitálásra felemeled a kocsit 20 lábra, és fly-el elhúzod, nem. Attól még el kell tudnom húzni ezt a kocsit annak. Milyen magas a fal? Nem olyan 20 láb körül nagyjából. Plusz a tarnyok. Szóval elméletben a levitét az pont jó lenne, hogy feljussunk. Levitéttel pont át tudsz menni, hát tudom magad húzni, de csak egy célpont. Hát szóval van a meg a levitét. Kettő ember fel tud jutni, ha feljutunk ketten, leengedünk egy kötelet. Zsa. Technikailag igen. Technikailag vagy... Hát, de... Az vegyétek figyelembe mindenképp, hogy az erőt körül nincs fedezék. Jó, de el kell jutni. De van ilyen, hogy rope a row. És az egy 25 feet-es rope van a nyilvesszőre rögzítve. Ha, ez is... Mennyi? 15 vagy 25? 25. Az sem rossz. Bocsánat. Akkor ugye elméletben nézve két módon tudjuk megközelíteni, vagy három módon tudjuk megközelíteni egyáltalán a kastélyt. Az egyik az a kocsiban, amikor visszük a bort. A másik az az, hogy láthatatlanul esetleg segít, ki tudja, hogy átlátnak rajta. A harmadik meg az, hogy nagyon magasan repülve. Amit ugye egy valaki tud csinálni. Láthatatlanul nem, mert nem tudta venni olyan italt. Ja, akkor ez is elméletben lehetne, gyakorlatban nem. Igen. Mivel ennyire kupár, ez miatt kb. Hide-olni szinte esélytelen, ugye? Erre gondolsz? Igen. Uh-huh. Egy-két kisebb szikla van, ahogy próbáltad is ezelőtt megközelíteni, de észreveszik, ha mentek. Vagy szerezni bandita ruhákat és átszerezni magunkat. Effektív a bandita nem egy ruhában vannak, tehát így... Oké, értem a logikát, de a PC-s játékban is értettem soha, a banditák nem egy ruhája van. Uh-huh. Szerez veled mindenféle szarban. Igazából szerintem, hogy a zombikat is megbírjuk ölni simán most már. Megbírjuk, én nem is óckodok tőle, csak amikor engem megharaptak, akkor éreztem, hogy ugye el kellett dobnom a kont, ugye GM? Szóval amikor megharaptak engem, akkor éreztem, hogy több van abban a harapásban, mint csak a fájdalom, úgyhogy nem tudom, hogy ezt mennyire éri megkockáztatni, amíg el nem jutunk odáig. Nem, nincs, ott nincsen semmi. A zombiknek nincsen spéciális. Nem volt semmi szép? Nem, csak nem volt HP-t. Szerintem átbírnánk erőszakolni munkat a zombikon. A zombikon oké, de vannak tornyok, ahol lehetnek balliszták, lehetnek ijászok. Ezeket majd tele lövöd. Jó, igen, de körönként egyet lövök. És hogyha ott fenn vannak 8-an, az 8 kör, és azt sem biztos, hogy eltalálom. De te 600 feet-ig lőszék meg, csak nagyon nem annyira messzire. Hát ja, még... náluk is lehet longsword, vagy longbow. Én nem értek hozzá, de akkor azóval bírok lőni valameddig én is, meg Ariman is. Miközben remzéseimre szétcsapna a zombikat. Abban nincs, sőt, én elterelésként is szívesen bemegyek a zombik ellen a Ymirával ketten, de... GM, mekkora kör van a vár körül, ami kopár? Nem mondom. Ahol éreztük a zombinak a határát, az kb. Mennyi volt? Ezt meg kell nézni az információt gyorsan. De az egyik oldalon nem víz határolja ezt a kis... Nem, körben van egy kopár rész, és azon túl van még a víz. A light crossbow-val 350-ig lőttök.
de 80 után már disadvantage. Az ősz, ugye az ősvény 30 lesz széles. 300 láb bombelül semmi. Ez jó. De akár lehet, hogy szekeret meg bírnánk erősíteni. És lehet egy ilyen A-team-es montázs, hogy kalapáljuk rá a deszkákat a szekérre. Hogyha valami a fekete furgon. Fémmel megbírnánk erősíteni, akár nyilván nem, a lóaknak nem hiszem, hogy túl sok esély lenne, de... lehet, hogy megbírok növelni valakit, és akkor valaki bírná tolni hátulról a szekeret, a szekér fedezné őt, lennének létráink, és mennyire magas a fal, hogyha odaérünk közvetlen a lábához valószínűleg. 20 feet. Igazából ezt egy létrával simán megbírjuk lépni. Én még mindig azt mondom, hogy jó ötlet, valóban a szekeret biztosítjuk. Én szerintem még annélkül is el tudom tolni a szekeret, hogy segítenél, bár nyilván az is segít. És utána jó, akkor ez, de viszont akkor lehet a B-terv az, hogy ha tényleg nem tudunk eltűnni a falon, akkor valaki berepül és bentről kinyitja. Ha ott vagyunk a falnál, akkor az, aki repül, az még fel is tud magába vinni egy embert, és időben fel tud jutni. Értem én úgy, hogy fél mozgást kapunk, ha valakit cipelünk. A fal az miből van? Fából? Fából. Mennyi strength-ed van, Remzi? Mennyi strength-em? Aha. 16. Akkor te nem tudod semmilyen kocsit sehova. Mert 20-as strength-et nem lehet eltolni. Ja igen, ez meg van iszabva. Nem, de 30-os a strength-ednek. Meg el tudsz tolni maximum. Nézzük meg, hogy egy lónak mennyi az ereje. Egy lónak 16 az ereje. Nem is egy húz egy nagy szekeret. Hanem kettő. Ha jó, de ha enlarge-ol, akkor az duplázódik, nem? Ja, jó. És még ha rage-elek, az strength advantage. Jó, oké. Ez más. És mi van, ha megpróbálnánk tényleg bejutni úgy, hogy szállítóknak átszázzuk magunkat, és akkor nem kell ez a sok hűhó. Igen, csak én szerintem most az legyen az első terv. Csak az sok bizonytalansággal jár. Meg igen, én is kicsit attól tartok, hogyha a zombikat nem intézzük el, akkor aztán a... Mint külső szemlélő, az, hogy elfogtok egy csapatban itát, megtudtok a jelszót, és azzal mentek be, az miért tartom, az több véletlen jelzőt, mint hogy valahogy berepültök, valahogy betudjátok a kocsit, valahogy bementek a lovakkal, valahogy felültök egy nyilat, vagy valahogy felveszek a falra. A berepülés az cool lenne. Igen, de az a egy kötőjel két ember, aki ott bemegy, nem tudjuk, hogy ott bent mennyien vannak, és hogy nekik mivel kell szembenézniük. Hogyha bent vannak 30-an, akkor ez a két ember halott. De cool lenne. Igen, Glorious Battle, én ezt látom, de... Ja, nyilván azt mondom, hogy ez legyen az első. A belopakodásnak az a probléma, hogy már vártunk nagyon sokat ott a kapu előtt, és senki nem jött ki, akit ugye megkapjuk tőle valamit. Ha így jön ki a játék, akkor nyilván az lesz a következő lépés, csak hogy... Ja. Én bár a repülés nagyon cool, és lehet, hogy jól is működhet, ha éppen nem ott vannak nagyon sokan, ahol kinyitnál kaput, én az megerősített szekére szavaznék. De ha más szeretitek, én azzal is megyek végig, de... Nem tudom, hogy a megerősített szekér meg a jelszó ellopás az kilövi egymást, hogy mennyire tűnik fel nekik, hogy egy izé tankkal jövünk bort hozni. Hát, hogyha lafiasztát, akkor biztos. Akkor be se engednek minket. Azonnal tüzet nyitnak ránk. Gyomorsabban. Szerintem menjünk oda. Ha valakit elbírunk kapni, akkor játsszuk el, hogy kereskedők vagyunk, vagy valami hasonlók, de erősítsük meg a szekeret, és szekére megyünk, vagy így, vagy úgy. Meg még nagyon sok helyen nem jártunk még ott a déli vidéken. De most már elérték a level cap-et. Egyrészt, ugye azt is végig lehetne tolni, vagy hogyha sikerül jelszót lopnunk, megmerném kockáztatni azt, hogy ha van némi esze a
őrségnek, hogy átnézik, hogy tényleg hoztunk-e bort. De az is kétséges, hogy ez a 5 állig felfegyverzett úriember, akiknek egy csapat részét azt úgy agyonvertük és onnan menekültek el. Azok felismernek-e minket? Ja, nem eles meg, mert ugye ezzel is ugye számolni lehet. Szerintem meg, ha mi banditák lennénk, akkor fel is akkor emlékeznének ránk. Mert én nem nézek ki annyira lenyűgözően, de vala, te például elég különlegesen nézik. Igen, én azért úgy, úgy eléggé kirívó vagyok, meg eddig. Bocsáss meg, hogy ezt mondom Arimán. Színes bőrűekkel sem nagyon találkoztunk egyelőre még a állományukban. Szóval nem kétlem, hogyha be is jutnánk, egyből ahogy bejutunk, a szerencsünk van, ugyanabban a 30 órával el kell bánnunk, és nyilván többen lennénk akkor, de akkor igen, ugyanott vagyunk. És akkor lehet, hogy még a zombik hátba támadnak. Faltörőkos szekér. Hát gondolom, egy ostromhoz nagyon kevesen vagyunk. Igen. Ugyanakkor meg azt mondta a védelmező, hogy kevesen menjünk be, mert ezt egy ilyen kisebb akciót jobban meg lehet oldani. Nem tudom, hogy kinek az oldalán. Akkor megpróbálunk valami bandit csapatot, vagy valami szállító csapatot elkapni, aztán pedig úgy bemenni, hanem akkor pedig menő repülős terv, vagy ostrom, ami éppen jobban kézre áll. Én is ezt így raknám össze. Ha meg akkor... szerencsénk van, és a likőrt azt nem mellesleg, van 8 likőrünk felírva a közösbe, azt eladtuk, vagy azt megtartottuk pont ezért? Az egyelőre még a szekérem van. Aha, nem. Helyes, mert arról, mert arról megtudtuk, hogy azt valószínűleg nekivitték volna, nem? Igen. Nem. Akkor hát megvan a terv. És így beleszúrom epikusan a tőrömet az asztalban a vára. Szóval, hogy, ahogy... Ahogy beleszúrod a kést az asztalba, oda kiabált szeretnél, Bobó! Kicsit hatásra lesz volt, és így kicsit elsimítottam a beleszúrt részeket. Megcsináljuk. És így ránézek Bobra. Valószínűleg is ott ül nálunk mellettünk. Nagyon büszke vagyok rád, hogy honnan, hova jutottál ez a néhány hónap leforgás alatt. Mi is messzire jutottunk. Velünk tartasz? Ez halálos lehet. Nincs abban semmi szégyen, ha itt maradt. Ránéz Kesterre, Keszten Bólint, ahogy gondolod? Ránézek Kesztenékre. Nem mellesleg, lehet, hogy Bob tök jó sofőr lenne, ha őt látnák meg. Az a baj, hogy a hónapok óta itt van, pluszban az a druida. Csak megjegyezni, hogy sose jártam az erődben. De legalább azok az emberek, akik biztos találkoztak a banditákkal, véletlen egy olyan bandita van a falon, és téged megismer. De akkor mi a szokállam volt? Az a bandita csapat, akivel ő jött, abból mindenkit lemészároltunk. De mi technikai? Bocsánat, egyet még nem, de azt elküldtük rabságba. Felvitték. Kezdtem, gyere ide, légy szíves. És az a banditák, hívom. Banditák nagyon departamentalizáltak, nem találkoznak egymással sokan. Csak a saját csapatokkal. Szeretném oda hívni Kesztent. Most már nagyon nem akarom túlhúzni. Csak hogy... hogyha segítenétek az ostromnál, nem is kellene ostromolnatok, csak elvonni az őrök meg a zombik figyelmét valamennyire. Csak egy kicsit úgy kihúzni őket, kicsit pokolgatni őket. Akkor lehet, hogy bebírnánk sunyogni egy másik oldalról. Mit mondtál, az erdővonal az milyen messze van a faltól? Az első növény az 300 lábra van. 300 láb... jó, azonnal ránézünk. Csak ment akkor végig is bármilyen irányból mehetünk lényegében, mert ugye... Tehát a víz is messze van, szóval bírunk menni tényleg bármelyik égtáj felől. Ugyanakkor épp meditáltam, amikor megbeszéltétek a tervet. Valaki gyorsan írja le, hogy mit csinálunk? Megpróbálunk elkapni egy néhány banditát, hogy besünnyogjunk lazán. Megerősítjük a szekeret, és lehet, hogy egy ostrom szekérrel támadjuk meg a falakat, és egy létrával bemászunk. Vagy pedig ketten berepülnek, kinyitják a kapukat, és legyakunk mindenkit. Egyébként kérdés, az ostromszekhez, mivel az hogyan néz neki? Full fémmel lenne befedve. Ketten tolnak hátul őket oldalról, hogy egy pajzs védené. Mindent kiszednénk, hogy könnyű legyen viszonylag tolni, és létrák lennének bent lefektetve, amiket csak feleltem. Tehát azt mondjuk 100-200 fotnyi nyelvezény benne van, kiveszitek. Raktok rá 200-300 fotnyi vasat,
És be akarjátok tolni. Csak az elejére kell meg, hogy a tolókat védje igazából szerintem. Igen, lehet, hogy nem fogom tudni betolni a szekret. Így se, úgy se. Mert ugye egy sík területen van azért nagyjából, nem? Nem azt mondtad? Az a baj, hogy ha rage-elek, akkor vagy folyton valaki meg kell, hogy szúrja a ujjamat, hogy már legyek rage-elve. Vagy harcolnom kell, ami már ugye elviszi. És az a kutyul átjutni a zombi földeken, nem adjuk túl jónak. A zombikat szerintem simán lebírjuk lőni, Árimán, én, te is tudsz lövöldözni, de... Igen, de azt és meg lehet kérdezni a csávótól, hogy tud-e pár jelszemberkét kölcsön adni, mert hogyha azoknál mondjuk shortbow van, az 320 feet-ig ők lőnek. Négy emberem van. Szerintem nincs probléma, szerintem működnie kéne ennek a siege szekérnek. Elmondom még egyszer, Bobo, négy emberem van. A ti dolgotok az, hogy legyőzzék a Staglordot, ennyi, hogy megvédjem ezt a nyomvat erődöt. Ja, de ezt nem neki mondom feltétlenül. De ott van mehetetek végig. Ja, de jó, nem én akartam behúzni őket. Szerintem a... Én nem hiszem, hogy pláne, hogy egy enlarge-ot elnyomok valakire, nem hiszem, hogy... Vagy pláne, hogy nem egy annyira dombos, tehát elvileg simán látnak. Igen, de ha enlarge-olod, akkor a páncél nem fogja megvédeni azt a toló embert. Igen, meg kívül a kocsi mögül. Menjen, igazából 10 feet. Jó az ötlet, csak... Igazából 10 feet úgyis a kocsi szélessége hátul, és hogyha ott kihúzunk egy-egy izét. Lenne egy ilyen verdetoningolós rész, ahol ilyen... Pimp my ride? Ja. Jó, én tudok lángokat festeni az oldalára. Egyben hozzá tudok járni. Akkor sokkal gyorsabb lesz ez tudományos tény. És alá teszünk egy nyílt rendszert. All my dreams is an horizon. De akkor... Vagy... Zseniális ötlet. A kocsira nem páncélt rakunk, hanem deszkákból meg fadarabokból egy lovat építünk rá. Aha. Hogy több lóerős legyen? És aztán azt oda toljuk a vár elé. Aha. Béke jobbat gyalánt. Aha. Azért, hogy egy tanács helyet kapjanak, azt mondjuk, hogy ez az ajándékunk cserébe. Igen, igen. És utána betolják a lovat a várba, mi kint várakozunk, de... és amikor betolják, akkor végigég a kanóc, és berobban a puskapor, amit a lóban tartunk, és felrobban az egész vár. Vagy valaki összeházasodik. Maga az enlarge spell lesz, honnan jött? A fejjel való kapcsolatomból, a egyre kevésbé fej kapcsolatú. Kisebbé nem tudsz tenni embereket. De bírok. Akkor ennyi erővel akár ha megtaláljuk a banditákat, akik beszállítják az italt a várba, apróval változtatjuk magunkat, elbújunk a szekéren, bevisznek, visszaváltozunk és támadás. Az a baj, egyszerre csak egy valakit bírok. Egy percig. Jaj, egy percig. Hát akkor... Igen, akkor igen és csak így a normál... Igen, de csak így a normálból lesz small. Az még mindig egy ilyen 90 centiről beszélünk, nem? De viszont megint... Lehet, hogy zsugorodni, akkor ezt valaki, aki a refill az kézbe állt, ugye mindig valaki levétel, ez 3 ember. Nagyon halk vagy. Szerintem meg tudjuk oldani, hogy be tudjunk minden nyáratulni. Ha kicsit gondolkodni meg ezen, amúgy. Én nem nagyon hallottam. De szerintem a többiek sem. Én nem vagyok, hanem hallottam. Hallottam, csak szarab a hangod. Igen, egy kicsit nagyon tompa a kicsit nagyon. Mint külső szemlélő. És mi a B-verzió? Túlerő van, és berepültök, nem tudtok érni. Wow, játékmester, te nagyon negatív vagy. Jó, vagy ezt kezdtem mondja? De amúgy meg, ha nem jön a szekérrel, akkor is túlerőben lesz. Nem, mert ha a szekér az varázslatosan megvédnénk, eddig egész eddig Szekér, roll out! Mi van akkor, ha nem egy nyílt harcot provokálunk velük, hanem mondjuk valami a falnak nem egy kapuját célozunk, hanem csak egy random szekcióját, ahol valaki berepül, bevisz egy kötelet, azon bemásznak a többiek, és szépen csöndben megkeressük a druida barátunkat.
Ezt én RP mondom, hogy gyermekkoromban rengeteget másztam falra, és mai napig nagyon jól megy, akár lehet fel is tudnék mászni, nem is kellene repülni. Akár repülés nélkül, de... Én azt így gondoltam, hogy nem a főbejáratnál fogunk berepülni, hanem oldalra. Igen. Hát igen, de hogyha eljutunk a falhoz, akkor onnantól fel tudunk lőni egy... arról út, amin van egy kötél. Csak azt beszéltük, de Tamás azt beszéltünk, amíg nem volt két Tamás, hogy ugye jó pár láb, 300 láb kopártér van, nem lehet elbújni, vagy láthatatlanul tudunk, hogy becsülni tudunk magasabb. És éjszaka biztos, hogy nem gyújtanak jelzőtüzeket, hogy kiszúrják azt, hogy kiközelítik a falat. De legutóbb is éjszaka próbáltunk, és akkor meg lehet, hogy akkor a zombik... Akkor csak a zombikba úgy köztünk bele. Igen, viszont a zombik meg elég hangot csapnak, hogy az ISZ-k is ezt rettek minket. Hogyan tudunk mindannyian repülni? Oké, hogy van egy levitétünk, egy flyunk, és azon kívül... És aki flyol, az tud még egy embert vinni fel annyi sebességgel. Ez 3 az 5-ből. Vagy esetleg, igen. Egy kis segítséget nyújtok nektek. Nem kell nekünk segítséget. Nem kell segítséget. Vizuális segítséget. Nincs szükség a segítségedre. Így néz ki a fort. Nem látok semmit továbbra sem, szóval köszönöm. Tovább is... Mert a Discord chatbe küldtem, bazeg. Ja. Aztán, hogy... Oh, a tüskékben simán fel tudunk mászni, mint létre. Yeah. Ezek impraktikálok. Akkor nem is kell levitni, csak felmászunk a tüskékben, hogy létrán. Hát csak át kell jutni a zombikon. Mi lenne? Vagy kihívnánk a Staglordot egy pár bajra? Én is ezt akartam mondani, a legobviusabb dolgot, amivel legjobb. Oda megy, kihívja, én legyőzöm. Kihívom, hogy Remzi harcoljon vele. Na és az aztán gondolod, ez elfogadja a kihívásunkat, vagy azt mondja, hogy hé zombik, nyírjátok ki a picsába? Hát szerintem kihívja, és aztán megdobjuk itt egy tűzgővel, és megöljük. Jajjá. Eddig mindig működött. Tetszik az ötlet, elsősorban a problémák, amiket látok vele. Tegyük fel, hogy aztán Lord kijön, és megöljük. Utána még mindig van egy druida, aki ott főnökösködik, és nem hiszem, hogy ki fog jönni. Kihívjuk őt is egy pár bajra. Főleg miután látta, hogy megöltük a fiát. Kihívjuk őt is egy pár bajra. Kihívjuk egy duó pár bajra. Kihívok mindenkit megölök egy pár bajra. És egy duó pár bajra, a varázsló lenne, a harcos ellen harcolna. A varázsló én vagyok. Megyünk 1v1-be, hiszem a családot. Mi lenne, ha úgy csinálnánk, mint egy jó, jobb videójátékban, hogy elkezdjük a csatát, csak aztán elkapnak minket, és leütnek, és egy ilyen arénába beküldenek minket, amit ugye megnyerünk, és kiszögünk az arénából, és megölünk mindenkit. Wow. Ja, ez így szokott menni. Szerintem... Mi az a videójáték? De... És ha tényleg megpróbálnánk úgy, hogy még a maradék vidéket, amit nem jártunk, mert megnéznénk, nem esetleg ott találunk valami könnyebb megoldás, vagy esetleg egy föld alatti bejáratot. Ez jó ötlet, de... Esetleg föld alatti bejárat, ami azt illeti, lehet, hogy találunk valami természetes barlangrendszert, ami bevisz az erődbe. Van még egy ötletem. Vigyük el a paliszt. Két hét múlva tudunk bármit így csinálni. Ebben a két hétben veszek egy számítógépet, meg a Kingmaker játékot, és elviszem addig a sztorit, és megnézem, hogy kellett bejutni. Nézzünk minden ilyen gameplayeket. Én nagyon úgy veszem ki, hogy... Te tudsz menni, az nem ügrik itt. Én nagyon úgy érzem, hogy a szekér lesz a... Így a Isten elmondása alapján, én szerintem a szekér lesz a nyerő, csak belopódzunk és bevisszük a bort. Nekem... És azt mondjuk, hogy mivel nagyon... Ez olyan bor, amit csak megfelelő hőmérsékleten lehet elővinni, ez miatt a Staglornak a hálószobájában nyithatjuk csak ki. És nyilván ott leszünk mi öten meg ő egyedül. És megöljük. Áimre eljátsz, hogy egy örömlány. Vagy Bobo az, hogy egy örömfiú, egy sejemfiú. Attól függ, hogy mi tetszik neki. Mind a ketten bevegyünk Aimirával is felajánljuk a szolgálatainkat, aztán pedig legyakjuk 2v1-ben. Na jó, de én közben viszont elköszönök, majd gondolom írásban úgyis beszéljük. Jó. Okay. Sziasztok. Köszönjátékot, szevasztok.